Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek. Ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka felettük szállott, és így kiáltott. Mit csináltok? Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak? Úgy-úgy bizony, mint az urak, feleltek a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahúst teszünk. Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk róka fogni. Csacsi szarka nem elhitte, repült is már, a hírt vitte, és buta róka is elhitte. Zeg Zoltánnak ez a nagyon híres verses meséje, amin tulajdonképpen generációk nőttek fel, szerepel ebben a Mesebirodalom című mesegyűjteményben. Milyen apropóból jelent meg ez a könyv? A könyvünk a Móra Kiadó 60 éves fennállásának alkalmából jelent meg. Az is a kötetünknek az alcíme, hogy 60 év legszebb magyar meséi. Hát így az alcím is tulajdonképpen utal a kiadó 60 éves múltjára. Megpróbáltam olyan meséket találni, amelyek a legjelesebb szerzők, a legkiemelkedőbb szerzők talán legjellemzőbb alkotásai. Arra is igyekeztem gondot fordítani, hogy lehetőség szerint prózai meséket találjak, valószínűleg a könnyebb érthetőség kedvéért. És hát persze szerepet játszott a humor, az érthetőség, a vicc. Hogyan változtak a mesék mondjuk az 1950-es évek óta? Ugye 60 év az elég hosszú idő. Az 50-es, 60-as évek áttételes módon, de megmutatkozik mégiscsak a mesékben. Tehát nagyon sok író tulajdonképpen a gyerekirodalomba, illetve hát a mesevilágába menekült, és menedékre lelt ott, mert egyébként nem nagyon engedték publikálni őket. Hát sok ilyen szerző van, például Mándi Iván is ilyen volt, Mésző Miklós szintén. Nagyon erősen hagyatkoznak ezekben az évtizedekben a szerzők a varázsmesékre, illetve a népmesékből, legendákból merítenek nagyon sokszor. A mesevilágban tulajdonképpen menedékre lelnek azok a szerzők, akik az irodalom egyéb területein nem juthatnak szóhoz. És azután, amikor lazulnak a viszonyok, a körülmények, tehát megenyhülnek a politikai viszonyok, tulajdonképpen, akkor sokkal inkább beszivárognak a hétköznapok a mesékbe. A 70-es, 80-as években sokkal nagyobb teret kap a hétköznap, az átlagos hétköznapi világ, a mindennapi tárgyak, a mindennapi emberek sokkal nagyobb helyet foglalnak el a mesékbe. Valahol azt így fogalmaztam talán meg, hogy ott lakótelepre költöznek a varázslók. Tehát ugye a mindennapi életünk helyszínei, mint például a lakótelep, ami hát az elmúlt 50 évnek egy nagyon jellegzetes helyszíne, megjelenik egyszer csak a mesékben is. Volt nektek egy korábbi kiadványotok, Minden napra egy mese, amely szintén Reik Károly illusztrációjával volt a borítóján díszítve. Ez a könyv, a Mesebirodalom hasonlít ehhez valamilyen formában? Abban az értelemben, hogy a koncepciója valami hasonló, csak itt nem minden napra egy mese, hanem itt minden évre egy mese alapon osztottuk fel a meséket. Tudnélik, a kiadó történetének minden egyes évére jut egy mese. Persze nagyon nehéz volt úgy válogatni, hogy például 1968-ban vagy 74-ben ki volt az a szerző, akinek a meséje megérdemli azt, hogy itt legyen, és sokszor hát nagyon erős volt a verseny, óriási nagy anyagból kellett válogatni. Kedves nézőink!